Szevasztok srácok, én Narancsör, és itt ünk ismételten a Forza Horizon 3 nevezeti játékban. És kértétek, most legalább egy kis srác kérte, hogy ezt a BMW-t tuningoljuk ki. Meg igazából azokat az autókat, amiket kaptam a Vespinből. És ugye most én már kituningoltam a Huracán már a videó után, viszont a BMW-t nem, és kíváncsi vagyok igazából, hogy milyen motort lehet belerakni, meg turbót. Megnézzük. A V10-et lehet belerakni. Lehet maradunk a stocknál, mert hát ilyen V8-at nem, szóval az nem a jó, most V10 azért az jó, persze, hogy erősebb lenne, de maradunk a stocknál, viszont megturbózzuk, rakunk bele egy twin turbót. Megnézzük, hogy milyen hátsó kerekes, igen. Viszont akkor rakunk bele egy összkereket. Tudom, hogy a BMW-knél, főleg ezeknél a régiknél ez nem volt, hogy összkerék, meg mit tudom én. Amúgy nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi like összejött rá. Nem gondoltam volna, hogy ennyi embernek fog tetszeni igazából. Én annak is örülnék, ha erre a videóra is ugyanannyi összejönne, vagy legalábbis hasonló mennyiségű, mert na, szóval örülök, hogy érdekel titeket igazából az ilyen dolog is. Nem mindig csak ugye az MT-a, most igazából mindent teljesen kituningolunk rajta. Ugye a legjobb fékek. Akkor igazából nem... ezt nagyon le lehet ültetni te. És ahogy láthatjátok, ugye van közel 2 millió CR-ünk, és ez nőni fog még jobban. Szóval a következő livestream-en tervezek olyan 2,5 milliót. Meg ugye hát szintet is kellene lépni, hogy tudjunk veszpinálni. Hát de, ja, szóval ez így semmit nem ad rá. Na legalább könnyebb lesz. Meg ez is jobb. Vannak olyan dolgok, amikor nem ad rá szinte semmit. Tyű. Maradjon szerintem ez a sima, hogy ne legyen rajta horizonos. Viszont egy kicsit szélesítünk a gumikon, rárakunk 255x45 R16-osokat. Hátúra is. Ja, ide meg 295-öset rakunk. Ja, igen. Mindegy, ide egyel szélesebbet rakunk, jobb lenne a tapadás. Viszont nekem ez a felni, hát ez nem tudom. Ez a tömör, ilyen semmit mondó felni. Jó, biztos, hogy van ára neki, de hát nem. Nekem az ilyenek nem tetszenek. Egyáltalán. Kár, hogy amúgy a játékban nincs ilyen, ilyen BMW. Vagy várjál? És akkor... nem, ezt mondom, hogy... hogy igazából nincsenek ilyen BMW felnik. Az lenne a legjobb, hogyha lehetne venni rá ilyen... hagyományos BMW felnit. Erre ilyen öt ágú, szóval valami... lehet, hogy ez már egy kicsi sportosabb változat lenne, de... például egy ilyen felnit beadnánk rá. Vagy egy ilyet. Legyen ez. 16 kilóval könnyebb is, nézd oda. És meg kiszélesítjük. Szóval peremesek legyenek rajta azok a gumik. Nem annyira peremes, de viszont egy kicsit ilyen sportosabb lett. Véleményem szerint. Na nézzük, gondolom ilyen. Ezt nem szeretem amúgy, ezt a hókotrót. Meg ez se. Szóval én észrevettétek, hogy nem igazán csípem, vagy nem csípom a spoilereket. Nem vagyok igazából én oda a spoilerekkel. Na nézzük, 71 ezret. Hú, és nem néztem meg valami 457. Szóval 200-zal lett több, szerintem. Nézzünk rá valami matricát, én azt mondom, hát ha van rá. Persze olyat keresünk, amiket emberek csináltak, mert én nem tudnék ilyen jó kis matricákat gyártani rá. Az igen, viszont ez jól néz ki, csak van rajta az a hókotró. Hát akkor lehet mégis ilyen sajátos kis valami matrica lesz rajta, mert ugye... jaj, hogy van? My Dessingek. Ja, igen, jó, semmi. Ja, láthattátok most pont a Huracánt, Paint Car. Na nézzük. Rakunk... várjunk először is. Rakunk a... nem lehet. Jó. Viszont ez így nagyon szép ez a felnő, rakunk rá egy kicsit ilyen sötétítést. Ja, ugye spoiler, mert nincs rajta, jaj, de ugye vagyok.
Hát nem tudom, ezt marad. Marad, olyan színű lesz az egész. Viszont vannak rá... ilyen festések. Szóval igazából van pénzem, és azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen autót vásároljunk majd meg. Mert én ugye mondtam azt az FFX, vagy FFXK, ha jól mondom, vagy LaFerrari. És nem tudom, hogy melyiket vegyük. Viszont ez a... nem tudom. Ez így nagyon... ez a fekete, ez a mat fekete matricával. Szerintem ez nagyon jól néz ki így. Nem? Na mindegy, majd kiderül is kommentekben, írjátok meg, légy szíves. Szóval én mindenki véleményét el szoktam olvasni, csak nem szoktam odaírni, szóval én, ja. Én mindenkinél olyan vagyok, más YouTube-osnál is, hogy inkább beszélek vele privátban, mint hogy odaírjak a videó alá. Persze némelyiknél oda szoktam, de hát ilyen ez. Na nézzük! Fú, de szép a belső. Jó, Anna, ne beszéljél, mert nyakon vágylak. Jó, nem megyünk sehova, csak nyugi. Megvárjuk, még csöndben marad. Viszont nem tudom, milyen hangja van ennek az autónak. Azért kipörögi ezt a 9K-t. Óha. Azért lehet hallani, hogy ebbe Twin Turbo van. Hát igen, lehet. Most belső nézetbe kimegyünk. Jaj, ne haragudj, bocs, majdnem neked mentem. Hú, de jó hangja van viszont így, hogy elveszem a gázt. Imádom az autókat, srácok, amúgy. Jaj, te mit csinálsz itt? Azt! Gyönyörű hangja van. Viszont most nézem, hogy ennek ott két oldalt van ilyen BMW logó. Mi találó már? Viszont nem tudom, ez ilyen... ez ilyen Ferrari-s kinézetű most, ha nem haragszatok meg. De szerintem ez már ez a régi. De ez úgy néz ki. Kár, hogy már nem gyárt a BMW, vagy nem tudom, hogy gyárt-e, de... Bitang. Na nézzük, mennyit megy az autó. 5 perces néma csend. Gyönyörű hangja van. Viszont nem... hadsebességes, jó. Csak megnéztem, mondom. Igen, ez a hatodik, ez már csak ilyen utazó. Gyönyörű hangja van, srácok, ez. Megnézzük, amúgy ki akarom hívni azt a csávot. Nem tudom amúgy, hogy a 3 egy... mert ugye ez stock motor. És hogy ezzel így megy, akkor nem tudom, mit csinálna az a V10-e. Azért az bitang lenne. Elverjük gyors a száját. De meg ugye most összkerekes. De sokkal jobban gyorsul. Meg a... op, ott is egy tesó. Meg az irányítása is jobb. Hop, 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 hop. És akkor majd leviszel a fődesútra. Hát jó. Itt átvágok. Igen, ez a baj ezzel a játékkal, hogy... hogy mindent a földes úton szeretne megoldani. Na nézzük, 50K-t ugye annyi. Ó, még 50K-nál is többet kapunk. Na. Ez nekem nagyon tetszik. Meg amúgy akkor írjátok meg majd kommentben is, légy szíves, hogy teszteljünk ilyen autókat így videóban továbbá is. Nagyon, nagyon jó hangja van ennek a stock motornak. Beállunk a garázsba, vagy beállóba. Ez az alapjárat nekem, én ez megőrít, szóval ezért az alapjáratokért én oda vagyok.
És nem tudom, mi lenne tényleg, ha V10 lenne benne, vagy ugye V8. Jó, a V8-at azért nem rakom bele, mert azt szerintem undorító lenne egy ilyen autóba, de V10 vagy egy 3,2 literes motort még bele rakni. Nagyon szép hangjónak. Viszont most nem tudom, ez hátul van neki motorja, nem? A tök se tudja igazából, de szerintem biztos, hogy vagy nem tudom, olyan furcsa nekem ez az egész. Ugye pont úgy van kialakítva itt a hátulja, maga ott van ilyen levegőztető, vagy ez a légáramlatos cucc is. Na mindegy, majd megírjátok kommentben, vagy utána nézek majd a neten, mert erre kíváncsi vagyok, de szerintem ez hátul van a motorja. Vagy elől. Na mindegy. Én akkor nagyon szépen köszönöm srácok a figyelmet, remélem tetszett. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, írjátok meg akkor létszerűs, hogy milyen autót vegyünk. De amúgy nem muszáj most csak Ferrari-t, szóval vehetünk akár Bugatti-t. Csak ugye vannak olyan autók, amik DLC-sek, és azt nem tudjuk megvásárolni, mert nincsen DLC-m. Szóval írjátok meg az ilyen alapautók, amik benne vannak a játékban, ilyen csúcskategóriást, hogy miért vegyünk, jó? Meg dobjatok rá egy lájkot. Meg igazából úgy, azt is lehet, hogyha valaki írja, hogy mit tudom én, Bugatti, akkor belájkoljátok, és akkor sokkal egyszerűbb dolgom van nekem is. Na de jó, nem húzom tovább a szót, további szép napot nektek, én Narancs voltam, sziasztok srácok!